Sziasztok, Özsö vagyok, és ez itt a Minecraft. Most egy olyan videót mutatok be, amit így ma találtunk ki. Itt vannak az úgymond falusiak, a célpontok. És igen, egy obszidián úgymond platformon vannak, mivel igazából ennek az ötletnek az volt a lényege, amit kitaláltunk, hogy ott egy repülőgép, én csak én nem tudom minek nevezzem, tehát ilyen birodalmi valaminek. Hát elég rosszul sikerült repülőgép. A lényeg az, hogy azon gondolkoztunk ma, hogy kéne csinálni egy olyan repülőgépet, amivel ugye lehet úgymond szőnyegbombázást csinálni. Hát igen, ott van a célpont, amit látjátok itt a TNT beélesítve. Itt az a gyönyörű repülőgép. Hát igen, fogjuk rá, hogy repülőgép. Még ajtó is van rajta. Hát igazából elég egyszerű dolog, csak így mai így mond találmány. Nem találmány, csak így. Igen. Hát ennyi lenne az egész, hogy itt van egy kör, rajta a redstone-zás, itt a kapcsoló, ami majd indítsa a TNT-t, és itt csinálsz egy lukat, hogy lehessen, hopp, hogy lehessen látni, hogy mi is történik valójában. Hát sok jövőt nem adok nekik, tehát így. Megcsináltam egy ilyen úgymond ilyen vészjelzőt, szirénát, csak hát a ilyen hangot nem tudtam hozzáadni, mivel nekem nem tetszett ezek a hangoknak a játéka. Itt kapitányi fülke, hogy lehet repülni. Itt ugye az ismétlődőjel, ami két vezet. Itt lehúzom a kart, akkor ugye végig aktiválódik ez az egész, középső sor is. És ugye a TNT, hogyha aktiválódik, akkor elveszíti úgymond a tapadását és lezuhan. Úgyhogy akkor most meg is mutatom ezt az egészet, tehát ennyi lenne igazából, nem nagy videó, csak az, hogy úgymond osztálytársamnak készítettem. És akkor most meg is mutatom, hogy milyen is ez valójában. Induljanak a TNT-k, és ott már abban is, hoppá, hát az. Igen, hát én erre számítottam, tehát nyoma, hát talán egy picike kis füst, tehát így ennyi maradt az épületből, szegény NPC-k se bírtak sokáig, és ez a TNT, ez érdekes itt, tehát ez, hogyha aktiválódott volna, akkor jó lett volna, de szerintem az a probléma, hogy igen, itt pont megakad a jel. Azt elfelejtettem. De érdekes, hogy itt az utolsó sor az leesik, csak itt nem. Tehát mindegy. Hát egy apró hibák vannak, de tehát egy ilyen szórakozásnak jó. De ha már itt vagyunk, akkor ebben a videóban megmutatom azt is, amit úgymond nekiálltam csinálgatni. Tehát ez csak ilyen úgymond hobbiból, viccből csináltam. Csináltam egy ilyen kis bunkerszerűséget, hogyha már úgymond világháborúnál tartunk. Hát ami most nem tudom, hogy működni fog-e, ami abból áll, hogy ugye itt állunk, meghúzzuk a kart, és igen. És itt, opa. És itt vagyunk a bunkerben, ami ugye abból áll, hogy az működés van, meghúzzuk a kart, a homok beesik ide. És már lenn is vagyunk, jövünk. Ugye itt az egyszerűen van megcsinálva. Tehát nem nagy dolog ez sem. Megnyomjuk a kart, kinyissa az ajtót, tökéletes. Megyünk tovább. Hát semmi, itt az ilyen kis kutató, nem tudom, központ akar lenni. És akkor jövünk. Ugye megyünk lefelé. És igen, itt voltak problémáim. Ugye itt egy rakétát akartam csinálni, ami hát nem nagyon sikerült. Végülis itt lejutottam egy nagy barlangrendszerbe. Egy rakéta ott ég alatt, tehát ez csak a tehát füstnek van. És akkor ugye ez a rakéta. És akkor ugye itt ki lehet lőni. Ott szépen föl. Hát igazából ez ennyi, tehát ez semmi konkrét. Többször felrobbant a TNT, mert mire kikísérleteztem, milyen magasságig gyullad meg. És akkor erre jövünk tovább. Itt van egy ilyen, hogy katakombák, nem menj be. Hát tényleg nem ajánlom senkinek, hogy bemenjen, hogyha talál ilyet, mert én ugye szoktam tévedni, hogy az hihetetlen. Tehát én eltévedtem, nagyon.
Na mindegy, tehát ez a katakombák, és akkor ugye itt levánszorgunk szépen, körülnézünk, itt az út ugye, és akkor itt van a raktárunk. Hát ilyen katonai bázisnak akartam, ugye itt vannak a dobozok, amik ugye hangládából meg virágcserékbe állnak, mert ezek hasonlítanak a legjobban a dobozhoz. És akkor robbanószer, TNT. Kicsit elértem, fokozott figyelmet. Ez igazából kinyitunk egy ajtót, bemegyünk, és akkor itt van az sok TNT, amihez ugye be se tudunk menni, de tehát a lényeg az, hogy itt fönn, ez fölött végig TNT van, vagyis hát na víz, és ha véletlenül, tehát ezt a TNT-t ez semmiképp nem lehet, mivel ugye vízbe van, és víz veszi körül végig. Itt ez a víz, ez csak ilyen, nem tudom, hogy került ide, de tehát itt végig ott a föld, ahol lehet látni a földet, az fölött víz van végig, és ahogy mondjuk a felső TNT kirobbanna, tehát ez a felső TNT itt kirobban, abban a pillanatban ugye ez lejön a földes rész, ez a földes rész leesik, és ugye a víz folyik rá a TNT-kre, tehát semmi kárt nem fog okozni, de azért én vasból csináltam meg, igaz, az se hatásos a TNT dolgok ellen, de igen. Meg találtam egy hatalmas, ugye ott a katakombák részen egy nagyon nagy, úgymond hasadékot, ami még egy olyan munkátot igényel, hogy beszéltük, hogy milyen jó lenne, ha azt felrobbantanánk, úgyhogy én most megkeresem azt a szakadékot, remélem hamar meg lesz. Erre biztos nincs. Igazából, hogy felderítettem nagyjából a helyzetet, hogy merre lehet, és igen, itt ez lenne az. Igen, itt is van. Na, és akkor ezt a hasadékot én egy napon, valamelyik nap, vagy így valamikor, mikor így tartja kedvem, szépen feltöltöm TNT-vel az egészet. És igen, tehát így, hogy azért lehessen látni, lesz boom, tehát így az akkor át fog szólni, hogy csoda, hogyha a felső rész nem semmisül meg, de nem mondhatjuk annak, hogy ez picike, de be se jártam végig, tehát igazából itt ez már nem lesz feltöltve, tehát eddig lesz feltöltve az egész TNT-vel. Ezt is ma találtuk ki, ma ilyen robbangatos kedvünkben voltunk, és hogy hát akkor mi lenne, hogyha kicsit robbangatnánk TNT-vel. Itt is egy nagy hasadék. Ez természetesen még feltöltésre kerül idáig. És akkor, hát hogy, hát ide szerintem közel 1 millió vagy 2 millió TNT kell darabszámra, hogy plafonig feltöltsem. Nem lesz egyszerű. Szerintem egy-két nap bele fog menni csak az, hogy töltögetem TNT-vel ezeket a zaknákat, és akkor utána egy redstone rendszert, egy elég hosszú redstone rendszerre kivezetni az egészet innét, hogy azért kimenni, és akkor megvenni a robbanást, visszamenni, és megnézni, hogy ilyen. Ezek már csak ilyen, akik itt szeretnek TNT-vel játszani azoknak. Tehát mi azok vagyunk szerintem, én személy szerint szeretek TNT-zni. Ugye, hát elég magas ez a valami, mert ugye itt már homokkő van, és ugye ez már nagyon a teteje végig, tehát ez nagyon magas ez a barlang. Úgyhogy, ja, ennyi lenne a videó. Úgyhogy, sziasztok!